Ferenc pápa fogadta a kisebb testvérek rendjének vezetőit március 15-én, akik jövő májusban nagykáptalant tartanak Assisiben, tájékoztatott a Ferences Sajtóközpont és a Magyar Kurír. A Szentatya azt kérte a Ferences rend vezetőitől, hogy vigyenek irgalmasságot és egyetértést mindenhová. Ferenc pápa a beszélgetés során elmondta, élete folyamán gyakran tapasztalta, hogy a ferencesekre mennyire jellemző az irgalmasság, és azt kérte tőlük, hogy továbbra is ezt a magatartást képviseljék minden ember felé, a világ minden részén, mind a 112 országban, ahol a 13 ezer kisebb testvér tevékenykedik. Kiemelte továbbá, hogy a ferencesek közel állnak az egyszerű emberekhez. A Ferences rend generálisa a jövő májusra tervezett káptalan kapcsán arról beszélt, hogy hiteles élettel akarnak evangelizálni, együtt haladva a világiakkal Krisztusban. A világiakat nem munkásaiknak, hanem tanítványtársaiknak kell tekinteniük, folytatva munkájukat a szegények és a kitaszítottak védelmében.